Jó napot, kedves nézőközönség! Én Matvar vagyok! És ez itt a Fake Old Name Panzers Phase 2 következő része! A legutóbb, hogy emlékeztek, megnyertük a Kesselin Hágói csatát, amit igazából el kellett volna vesztenünk. Na mindegy. És elkezdtünk játszani az amerikaiakkal, ma pedig feltételezem találkozni fogunk a britekkel és az amerikaiakkal. Mármint ugye az amerikaiakkal fogunk találkozni, vagy a britekkel, vagy fordítva. Úgyhogy lássuk. Ja igen, oké. Okay. Grővel annyival cukibb volt. 1943. május 7. A katonáskodás sosem színterítő, alkalmunként pedig kimondottan maskos tudom. Legújabb feladatunk átváltatni a tenger előjárt csoportosítását tűzvezetőt. Más szavakkal, a lelket is ki kell taposnunk az utolsó észak-afrikai védőállásra felügyeti ellenségből. Ilyen alkalmakkor kell emlékeztetnem magam, hogy németekkel állunk szemben. Ugyanazzal a védtelennek tűnő bagázsal, mely felszerelés és utánpótlás nélkül lábolt part a tavaly előtt, hogy kétszer egymás után Kairóig kergessen minket. Az ilyen ellenséget dőlesébe lábecsülni. Mennyi atyám, a te kegyelmed az én mencsváram. Segíts, hogy megtehessem a kötelességemet. Kíméld az enyém életét. És bocsásd meg, ha a szabadság védelmében akkor érkezünk. Amerika! Tehát ezek szerint megint csak amerikaiakkal leszünk. Oké, okay, akkor kezdjük is. Bármi is legyen itt. Jó, szokás szerint aki erre kíváncsi, olvassa el. Oké, okay, tehát az utolsó afrikai csatánkban vagyunk. Következő már a szicíliai partra szállás lesz. És vagy valami Dél-Itáliában, attól függően, hogyha valaki a pályát a játék. És Tunisz mellett kell elpusztítanunk a németek utolsó pozícióit. Közelítsük meg a várost, brit és amerikai tankjaink is lesznek, tehát találkozunk. És pusztítsuk el a németek legalább 3/4-ét. Ez érdekes lesz. Na! Hát amerikai tankokat nem igazán látok. Szükségünk... ez jó! Tudunk Churchill krokodilokat használni langszórónak. Nem tudom, hogy lenne értelme, mert jó lenne lopni egy tigrist, csak egyrészt nem viszük tovább a következő küldetésre, amit sajnálok. Másrészt meg, láttátok, hogy mit csinálni, ha az elmény. Tehát, hogy így átrással a tankjaim között, akkor nem tudok mit csinálni, nem tudom megállítani. Lecsenjük a páncélosainkat Grantekre. Ez az... azt hiszem az eredeti tank amerikai volt, a Lee, és ez annak az egyik variánsa. Másfajta lövegtorony van rajta, mint a Lee-n, ha jól emlékszem. Jó, maradt 253 pénzünk. Vegyünk egy Valentine-t, vagy egy Archer-t. Vagy gyalogságot esetleg. Gyalogságnak nem látom sok értelmét, mert tudjátok, hogy működik. Egy lövészalakulatot szeretek tartani titkos küldetésekre, meg hasonlókra, hogyha valamihez kellenek. De szerintem hozunk el be egy Archer-t, és majd számítunk a scriptel gyalogságra, vagy kiürítünk egy tankot. Főleg, hogy elméletileg kapni fogok amerikaiakat, szóval. 4 Grant, egy Archer, és az ellátókocsik plusz Barnes parancsnoki kocsija, mert ezek britek, gondolom, akkor Barnes lesz. Tunisznél egy kicsit tudtam, hogy nagyobb, nem? Meg kicsit közelebb van a tengerhez. Na mindegy. Jól látok? Masíroznak a ficek. Mint a fütyülnének valami dalt, vagy mi a fene? A Panzerlead. Megkönnyebbültek, hogy távozhatnak Afrikából. Szegény ördögök. Szegény ördögök? Ti angolok nagyon kesztyűs kézzel bántok velük. Szerintem épp, hogy vidámak, ha így fütyülésznek. Nehogy hamarosan elhúzzák a nótádat. Ha a sarokba szorítják őket, megvadulnak. Még nem tapasztaltad meg saját magad? Nem kellene hagynunk, hogy csak úgy elmenjenek. Itt kéne tartani őket. Lehet, hogy jó, ha nyomás alatt vannak. Mit szólnál esetleg egy oldalba támadáshoz, mielőtt elérik Tuniszt? Őrizzük a világ biztonságát. Egyrészt a demokráciáért, másrészt Pollywoodért. Ha nem volna ilyen nagy szükség rád, elgondolkodnék, ki itt az igazi ellenség. Hát legalább csak egy tigris egyelőre. Tehát kapunk ezek szerint Sherman-ak... Na jó. Tehát nem tudtam venni Sherman tankokat, de az intróban voltak mögöttem. Na mindegy. Kapunk egy Firefly-t, úgy látszik parancsnoki páncélosan mindkét oldalon. Az amerikai oldalon kapunk további egy Firefly-t, és három szimpla Sherman-t. Két tüzérségi ágyút, egy önjárót, és légvédelmi ágy. Miért kapnak az amerikaiak ennyivel többet? Na mindegy. Itt a németek úgy látom éppen szétlőnek valami védtelen brit felderítő kocsit.
A gyalogosainkat külön csoportba rendezzük. Ti lesztek mondjuk úgy a hetesek. Ti a 9. Ti az 1. Ti a 2. Te lesz a 8. Gyorsan, hogy egy kicsit vissza kell vennem. Őristenbe bele fogok kavarodni, mert most látom előre. Nem tudom, hogy ezeket fogom-e használni. Ó, ezen nem is tűzérséggel együtt, hanem tankelárítónázok teljesen haszontalanak. Ó, mondjuk védvonat kell kialakítanom, érdekes, oké. Az ott szerintem ki akarja végezni az egyik baráti páncélosunkat, azt pedig én nem akarom, szóval megyünk, segítünk neki. A gyalogosainkat már most elkezdtem belekavarodni. A gyalogosainkat, akiket átrendezünk egy kicsit, gyalogosainkat ide rendeljük. És előrehozzuk a felderítő? Javító cuccainkat is. Itt vannak aknakeresősök, mert én azért kaptam őket. Igen, a lövészek aknakeresősök, oké. Ti megindultok. Ti is. Te egy kicsit mögéjük. Te ide. Én azokat szerintem éppen szét akarják lőni a felderítő kocsiinkat, amik ott vannak for some reason. Oké, okay, itt is vannak ellenséges aknák, amiket szét tudunk lőni, mert ez így működik. Jó, mi folyik itt? Úristen, olaszok! Már nem úristen olaszok, úristen mennyien vannak! Na jó, tűz a rohadt lángszórósokra, azokat le kell szednünk, mielőtt szétcseszik a tankjainkat. Felhozzuk a légelhárítókat is, mert gyalogsággal egész jók a gépágyúik. Szedjétek szét azt a... Oké, okay, elintézik őket, jó. Oké, okay. Páncélosokkal tűz oda. Veletek tűz, oké. Okay. Nem, vissza, szét fogják lőni géppuskákkal a lőszerkocsimat, és eddig tartott a lőszerkocsi, jéj. Na mindegy, úgysem működik rá ez az automatizáció, ami rohadt idegesítővé teszi. Tudom, mondjuk, hogy nem kellett volna szétlőni. Stugok, oké. Okay. A rohadt élet vagy a javító kocsimat prioritizálja. Na. Remek szét fogja szedni az aknakeresőimet. Aknakeresőseimet, majdnem ezt mondtam. Jó, de ezen az oldalon maradt egy gyalogos egységünk előre. A Zopel Blitz-t gondolom nincs páncíroda, szóval szét tudjuk géppuskázni. Szétlőni az Zopel Blitz-et, na. Nem, miért át kell szíd nekem az aknamezőn. Előre. Úgyis mondanám mindenkinek Avanti! Jó, ezt így szerint simán be tudjuk venni, probléma nélkül. Szerencsére mondjuk hoztam magam a javítókocsit, szóval még akkor is rendben vagyunk, hogy nem probléma nélkül tudjuk bevenni. Jó, ez a miénk. Jó, oké. Felvontatjuk ide azokat a tankelárítóágyukat. Milyen elraidről beszélsz? Hol van ellenséges repülő? Na mindegy. Tényleg van titkos küldésem? Kettő is, nice. Oh, fuck! Az egy... Henkel volt talán? Henkel gép? Na mindegy. Le kéne rohannom radarállomást, vagy mi van arra? Nem kaptam parancsot. Na mindegy, ez megjavítja a javítókocsit, mert a javítókocsi nem tudja magát javítani. Hé, nem alakítottam ki védelmet, még ott sincsenek a tankárító ágyúim. Ó, oh, remek, oké, ezek szerintem még kapok egy kis plusz időt, hogy kialakítsam a védelmet. Felhozzuk a tankelárító ágyukat, ledobjuk őket. Pattanjatok be, jó. Jó, hoznak is magukkal a személyzet, remek, az jó. Na tehát Wilson-t és Barnes-t idehozzuk taktikailag megbeszélni. Jó, a légelhárító ágyunk működnek, jó. Felhozzuk ezt a Priest-et. Előrehozzuk ezt itt. Ide dobjuk a Firefly-t. Ez fogja vezetni itt a védelmet ezen a környéken. Sermanjainkat elhelyezzük hát nagyjából taktikailag jó helyekre. És animáció. Köszönöm az Objective Markers intróra. Nem, ez nem így néz ki, nem hoztam be innen tankot. Na mindegy. És hol van a többi Sherman arról az oldalról?
És hova lettek a sörnök, amik az intróban még ott voltak? És miért volt egy lőszeres kocsi? Kilőtték? Szörnyen sajnálom, Wilson. Na aztán what? Mégis mit sajnál? Ez a mozgás. Nos, what? Mi citromfejűek előbb ideértünk a keresztúthoz, mint ti. Ha valaki kesztyűskézzel bánik itt a fritzekkel, akkor azok a jenkik. Nem vagyok jenki, és ne is próbálj annak hívni. Az ők nagyapám a jenkik elleni háborúban esett el. Elfelejtettem, hogy leszálló ágból származol. Ezt alkalmasint Pollynak sem ártana elmondanom. Mondd el inkább a tuniszi úton heverő fritzeknek. Ők néznek úgy ki, mint a darált hús. Tudtad, hogy a legyőzöttek is emberek voltak? Meg. Nem. De az életben maradtak nem éppen fütyörésznek. Kéne indulni. Ezek nem adják föl. Jó, tehát most fogjuk kapni az ellenséget, akik... Az a baj, nem tudom, hogy melyik irányból merre fognak menni. Tehát nem tudom, hogy... mondjuk valószínűleg befele fognak haladni, mi? Nem kitörni próbálnak majd. Akkor rosszul helyeztem eddig az egységeimet. A rohadt! Hát az ének jó hülyén mennek. De egyébként nem számít, hogy kitudom őket dőlni visszafele. Mert ugye az nem nyersnyak, hogy repült. Hoppá, 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 jó. Oké, okay, tehát nem arra jönnek, amerre számítottam. Valami abban voltam, hogy kifele fognak jönni a városból. Éppen próbálom rávenni az Emmy-re, hogy hagyja az alakzatot a fenébe. Oké, okay, sikerült. Jó, ide. Titeket felhozunk ide. Ahhoz, hogy kilőtték a másik, hogy is hívják munkat, másik... másik tankárító ágyunkat. Jó, ezt a két Shermant, ezt ide hozzuk. Ide hozzuk ezt a Firefly-t a bázis közelébe, mert megsérült. És ide hozzuk ezt a Shermant. Jó. Ebben ketten beleférnek, ugye? Nem, csak egy fér bele. Jó, igen, a másik akkor fér bele, hogyha harcban áll a bunkere, és ugye befut valaki lövöldözni azokban a hiperrealisztikus tűzharcokban, amit már egyszer-kétszer láthattunk. Na. Egyébként hát akkor jó helyre húzta, jó helyen volt én úgy az Objective Marker, hogy ott alakítsa ki védvonat, amikor itt jön az ellenség. Jó, mindjárt kitalálják, hogy férjenek le egyébként egymás mellett, nem kell aggódni. Jó, idehozzuk ezeket a légállító kocsikat, mert arra jönnek úgy látszik bombázók leginkább. Oh fuck, ezek itt keresztül jönnek rajtunk. Na, tehát nem számítottam. Jó. Még egy lövés és leszedjük azt a Panzer 4-et. Gyerünk, gyerünk, lőjön már valaki, könyörgöm. Na. Hopper Blitz. Lőszerszállító. Légelhárító. Rupter autó. Gyerünk, jó. Na. Tehát akkor inkább ide kéne helyezkednünk, úgy érzem. Azért hozom kicsit hátrébb ezt az Archer, mert ennek nagyobb a hatótávú, ugyebár a Firefly-el és ezzel a két level szemből elkapjuk őket. Ezek mögé behozunk javítókocsit, ezeknek meg itt lesz a földiszállás. Úgy látom most az amerikai oldal, Tigris! Fuck, megállt! Most elmer indulni. Fuck, elindult! Na ide, még így is megsebeztük. Arra meg itt is vannak a bombázók. Hát a Firefly azért szemből nem bír el feltétlenül egy Tigrissel, de... jobb nincs a brit oldalon. Igazából az amerikai oldalon sincs, kimondottam. Két, hogyha így erre elmennének, észre sem venném őket. Azon gondolkozom, hogy nem az a titkos küldelésem, hogy vegyem be ezt a rohadt radarállomást. Előre, előre, előre. Oké, okay, gyerünk kilőni. Jó, úgy látom, hogy erre Barnes oldalára is ő az egyik lész, hanem az a Sherman kilövi, kilőttük. Na, Tigris! Tűz Tigrisre. Ezt a Sherman-t idehozunk, mert ezek szerint eléggé érdekesen jönnek így, itt is. Igazából próbálnak így elszágúdani mellettünk. Jó, utánuk. Kilőjük ezt a Tigrist. Na igen, így teljesen haszontalan lett volna ez a Crocodile, mert rohanna az ellenség után, és nem lenne ideje normálisan meggyújtani. Közben szétlőjük azt a felderítő járművet. Gyerünk még egyet a Tigrisnek, Tigrisnek annyi, egy meglépett. Nem, még nem. Talán ki tudjuk lőni, meglépett, fuck. Jó. Ezeket egy kicsit idébb hozzuk, és akkor tudjuk egyszerre a két oldalról lőni az ellenséget. És ami azt tedi ezzel a Sherman tankkal, most más irányba jönnek a bombázók, mint eddig. Ezzel a Sherman tankkal, elmegyünk is megnézzük, hogy van-e itt valami ennél rohadt rádióállomásnál, vagy radarállomásnál. Mondjuk az a probléma, hogy a másik, hogy egyébként meg itt fognak ugyebár jönni, mint az előbb. Hogyha a brit oldalra jönnek éppen. De gyere vissza a javításra, mert ha kilövik a javítókocsit, akkor szarban vagyok.
88-asak, fuck! Hát ezt kilőtték. Viszont van nekem itt egy önjáró tüzérségi ágyum. Jó, lövik szét a felderítőinket, de így nem vagyok benne teljesen biztos, hogy miért állnak, hogy mindig itt. Na mindegy, ezek olaszok, ezekkel nem lesz probléma. Tudom, kedves vagyok szegény olasz szövetségeseinkkel, de hát ez a valóság. Aztán lassacskán annyi lesz azoknak a légvédelmi ágyúknak, amik igazából tankárítónak vannak itt használva. Tűz, lőj, könyörgöm, oda, puff, cheat boom. Mi a büdös életérmész előre? Vissza! Ez nem igaz. Tüzérségi ágyú elmegy közel harcolni. Johnny kihajol az ablakból bajonettel és leszúrja a 88-as, hogy mire készült el, vagy azok a vetősöket? Na. Ezek úgy látom meglépnek meglepő módon, mert ezek a páncélosok ugye jó sok találatot kibírnak, mert reasons. És ugye el tudnak menni köztünk. A szám számítson, szóval aztán nem is kell a nehéz tankokra koncentrálnunk, elég, hogyha piciket kilőjük. Nincsenek ezek tisztában az healing bázis. A rohadt életbe erejével! Átrendeljük ide a javító... Nem rendeljük át, van egy javítókocsink már itt. Mi folyik ott? Ó, onnan jön egy Sherman. Kaptunk egy Sherman-t, jaj! Javítókocsi, oda, most, gyerünk! Mindenkinek avanti. Ó, remek, többet kaptunk! Jaj, ide előre! Mi a büdös életért pöröksz? Na. Jó, ezek úgy látom, hogy körülbelül így frontálisan fognak minket megtámadni. Kaptunk egy Firefly-t is, hála az éjnek. Jóságot, aztán fel fogjuk használni, amikor megtámadjuk a 88-osok pozícióját. Oké, ott a 88-os felrobbant. Egyébként azért nem pont rájuk lövök, mert mehetünk, hogy a jóságot is el akarom pusztítani. De most inkább lövünk arra ott pontosan. Oké, úgy látszik, hogy már nincs is, az már elpusztult, ezek szerint lövünk egyet oda. Kapunk briteket is, jé, két Firefly, oh yeah. Előre, oké, a briteken akarnak áttörni, úgy látom. Fordulunk, előre. Az Archerrel pont tudjuk lőni az oldalukat. Az oldalát ennek a Panzer 3-asnak. Jó, annyi. Megint már lebombázták az amerikaiakat. Opcionális célkitűzés semmisít... teljesítve. Jó, erről nem is tudom, hogy az opcionális célkitűzés volt, de most be kell vennem ezt a radarállomást? Ja, mert ugye azért szerint meg a légitámadás, mert gondolom, hogy a bombázóink el tudják fogni az ellenséges... vadászaink el tudják fogni az ellenséges bombázókat, mint megközelítenének minket. Csak hát ugye vadászok nincsenek a játékban. A rohadt szédülték a gyalogságunkat, csak nem tudom, hogy mi. Azok ott megálltak, úgy látom, ott középütt. Jó. Okay. Go! 88 csónak annyi. Akna, fuck! Javítókocsit. Csak ne fuss aknára, kérlek. Na. Ti itt befordultok erre. Ami azt jelenti vonalban az amerikaiakkal, mert ezek jönnek. Na hát, ez a clusterfuck itt, na mindegy. Jó. Firefly-okat egy kicsit idébb, mert itt szarban leszünk, mert ezek itt áttörnek, hogy idézőjelekben. Átgurulnak köztünk, mert nem tudjuk őket kilőni oldalról, meg hátulról egy lövésből. Jó. Legépuskázni a tankokat, legépuskázni a lőszerszájdot, mert itt a terrautókat, tankokat. És azt a Krupp terrautót is remélt meg, az a páncélos egyébként. Ez egy Krupp féllánc talpas. Jó. Vegyünk fel valami lakzatra emlékeztető készítményt. Jaj, egy személyzet. Igazán érdekel minket. Na, kicsit előre! Vége az aknamezőnek, kim vannak a táblák. Ah, ott jó sok gyalogosuk van azért. De egyénél sincs tankárító fegyverzet. Go,
Úgy látom, a medikek nem hiladik egymást, ami nagy hiba. Mert itt ki tudom őket először nyerni. Egyébként igen, így néz ki egy gyalogos egység, amikor tüzérségi támadás alatt áll. Így ki tudom őket nyerni először, és utána át tudok állni a maradékra. Na, ide akarok hozni ugye egy gyalogos egységet, hogy megnézem, hogy el lehet-e foglalni ezt a radarállomást, vagy valami hasonló. Géppuskázni? Nem akarsz, ha már ott vagy egy köpésre tűk, amikor már bementél olyan távra, hogy nem is tudsz lőni, úristen. Na, ellenséges tagnak annyi. Idehozok, hogy javít Odnaroton is ott van a földiszállás. Ellenséges gyalogosok. Földre! Mesterlövészek, jéj! Óra meg, tigris! Na jó, szétdőni először azt a felderítőt. A tigris kevésbé fontos. Mert eléggé humoros módon. Lehet, hogy amúgy az a küldés, hogy az itt titkos küldés, hogy mindegyiket pusztítsam el, de az itt elég esélytelen, hogyha normális lakzatba akarok állni. Ez a küldés az itt eléggé humoros eddig, hogy finoman fogalmazzak. Szerintem nem humorosra tervezték. Új, de tudnak rakni rakétavetősöket. Rakunk is szerintem, hogyha van. Ja, titeket áthelyezünk. Á, nem, maradjatok ott, hogy jól lássunk onnan. Ez jó lesz. Ti gyertek ide inkább. Te javítsd meg ezt a Sherman-t. Ó, remek, a javítókocsink lánctalpának annyi aknára futott. Jó, az aknavetősőnek úgysem veszünk sok hasznát, gyertek ti ide csekkolni. A tüzérségi visszajön ide. Megint olaszok. Megint átgurulnak köztünk. Na, az a Firefly, ez nem tudom miért megy oda. Nem adtam neki parancsot tudtommal. Ó, a rohadt. Rakd össze azt ott. Utána a másikat. Szerencsére mondjuk van egy javítókocsink, amivel össze tudjuk rakni a másik javítókocsit. Jó, úgy látom, ezek kicsit elrébb jönnek. Bemegyünk a homokra. Rakéták mellé, mert az ellenség mozog, és ezzel nem tud számolni az egység, és csak autóim van. Ó, remek, ez is aknára futott. Fuck! Ez így nem tudom, mit csinál. Hát most már semmit. Oké, illetve nem tudom bevenni a radarállomást, akkor szerintem az lesz ritkos küldetés, hogy egy bizonyos hányadukat pusztítsam el. Nem tudom, hogy az miért inkább opcionális, nem mindegy. És igen, itt mindenki éhes egyébként. Non-stop. Na jó, mennyit kell elpusztítanunk egyébként? Titkos cél 2. Ó, szép. 50-et kell elpusztítanunk, akkor még... Hát kicsit több, mint fél után vagyunk. A rohadt! Na mindegy. Ennek egyébként ez volt a parancs, hogy ide jöjjön? Na mindegy. Gyertek vissza ide. Be tudtok pattani? Nem, ti nem tudtok hova bepattani. Ide adjuk az aknavetősöket. De mondom ezt, hogy nem tud kiszállítani a javítókocsi személyzet, hogy megcsinálja a lánctalpát, ez egy kicsit humoros. Újabb tankokat hallok, tigrisek! És a fél alakulatom nem tud mozogni, mert aknára futott. Na mindegy. Egyébként most jövök rá, az lenne a legokosabb idézőjelben megoldás, hogyha kimennék ide a pálya szélére, a két úthoz a két alakulattal, a brittel meg az amerikaival, és végigkergetném a pályán az ellenséget, és akkor nem lenne ideje elcsúszni közöttem, mert szét tudnám lőni. Mert ugye nem az a baj, hogy nem tudjuk őket szétlőni, az a baj, hogy játszik köztünk. Az a tigris ott hetes tapasztalati szint, hogy tudtam, nem is volt hetes szint. Vagy nem is tudom róla, hogy van hetes szint. Na mindegy, azok ott 4-es D-k, ha jól látom, ezeket szét tudjuk lőni. Különösebb gond nélkül. Ezt ide hozzuk megjavulni. Most jön a nagy kérdés, mi lát minket? Azt mondom, konkrétan semmi. Na mindegy, kicsit visszajövünk. Oké, ott jön egy 4-es D, szétlőttük. Most jön mindjárt az über tapasztalt veterán tigrisász. Ott a tigris, át is grúz egyik személyzetem. Rá az összes Firefly-jal a tigris nem, mert azért odavág. Na, ez már egy kicsit más, mint az előzők. Ez már egy kicsit normálisabb. Jó. És van még egy bison, ami mindjárt átmegy köztünk. Nem, még van egy 4-es.
Na azért így, hogy összehoztam normálisan alakzott a páncélsnémet, így azért odavágunk. Csak ez sok mindig micrózni. Meg az olyasminek tűnik, nem tudom, amúgy... Ezt úgy gondolom, tudjátok abból, hogy paradox stratégiákat játszol, nem vagyok a micromanagement nagy rajongója. Tehát én egyébként nem azt szeretem, amikor egy játékban azzal kell szarakodnom, hogy az egységeim normálisan és optimálisan működjenek, és erre kell 68 kattintást elnyomnom. Én azt szeretem, amikor ténylegesen túl kell manőverezni az ellenséget, vagy valami olyat kell csinálni, amire ő nem számít. És az egységeim maguktól optimálisan működnek az én 85 kattintásom nélkül. Egyébként például akokáért a Man of War egyébként többen kérdeztétek, hogy lesz-e, valószínűleg nem. Van pár probléma az a játékkal, leginkább a járművek terén. De amit kimondottan ciblikus benne az, hogy a gyalogság működik a fedezékekkel. Tehát, hogy nem neked kell elhelyezned egyesével a gyalogosaidat, hogy melyik milyen fedezékben legyen, hanem rákadintasz egy felületre, 80 gyalogossal akár, és elhelyezi őket automatikusan úgy, hogy mind fedezékben, meg fal mögött álljanak. Nyilván vannak rendszernek hibái, de az elgondolás nagyon jó. Tehát ilyenekre gondolok például. Tehát nem szeretek azzal tölteni 10 percet és 500 kattintást, hogy a gyalogosaimat normálisan beállítsam, hogy odaálljanak a fal mellé. Jobban örülök annak, hogy ez Emmy magától meg tudja csinálni, erre van Emmy. Oké, kaptunk amerikaiakat. Pedig most nem is vesztettem egységet, na mindegy. Azt hiszem a bazukás gyalogosainkat, titeket idehozunk, mert nincs sok értelmetek. A bazukás gyalogosokat idehozzuk ebbe a... fedezékbe, mert onnan, hogyha esetleg átcsúszik a védelmünkre egy ellenséges páncél, akkor gyorsan ki tudják lőni. Mert a bazukák egyébként rögtön átmennek a páncélon. Tehát nem kell leszedniük a páncél, mint a páncélosoknak, mert reasons, hanem rögtön az egységet sebzik. Tehát egy tigris 100%-os frontál páncélon átmegy rajtunk, úgyhogy segélyt szétlőjük, és alig van HP, akkor két bazukás elmétre ki tudja lőni. Órán néhány itt maradtak így a sivatagban, lehet, hogy aknára futottak, csak nem, mert nincs friendly fire az aknákon. Így ezek barátságos aknák. Na, szóval időtük a hármast. Tigris! Ahorán megint át akarnak köztünk csúszni. Tűz arra a felderítőre. Ti is. Ezzel hárommal szétlőjük azt a felderítőt, mert a szám számít, nem az, hogy mit lövünk ki. Tehát teljesen mindegy, hogy Tigris lövünk ki egy felderítő járművet. Ahorán meg eltaláltak a Firefly-omat. Nice. Ja, túl sokat vesztegettünk a Tigrisre, azt nem tudjuk kilőni, viszont szét tudjuk lőni ezeket a felderítő szarságokat. Ahogy nem tudom, miért nem vonunk be egyszerűen Tunisba, hogyha már itt vagyunk, mert úgy látom bezúztam a védelmét. Na mindegy. Jó, nem mondom, hogy gyorsítottunk az időn. Tehát egyébként például a micromanagement, amit én ebben a játékban kimondottan utálok, ez, hogy el lehet kerülni a tüzérségi lövéseket. Mert ugye az Emmy magától céloz, és ha mozgatod az egységet, meg megállsz vele, meg ilyenek, akkor el tudod kerülni. Tehát ez konkrétan egy hülyesének és időpocsékolásnak tartom. A páncélosokra lőni, nem a kezelő személyzetre, mert a kezelő személyzet nem számít. Hadianyagot pusztítunk ezek szerint. Na. Gyerünk szétlőni a páncélost. Jó? Jó, időve is még az a pöttömke ott a végére. Gyerünk. Jó. Jó, szétlőttük, remek. Már csak egy rakétavetősünk kell. Na mindegy. Még kettőt el kell pusztítunk, hogy meglegyen a küldetés. És szerintem még néhány hullám lesz az ellenségből. Mert azokat a pályákat néha eléggé hülye biztosra csinálják. Máskor meg olyan nehezek, mint rohadt élet. Nem olyan biztos, hogy miért így, de mindegy. Hogy miért így döntöttek. Nem tudom, hogy mi lehet a titkos küldetés, azon kívül, hogy pusztítsa egy rakás ellenséget. Nem tudom bevenni ezt a radarállomást. Pedig amúgy a háborúban nem ártott bevenni egy radarállomást, ezért is furcsa, hogy ez nem küldetés. Az úgy jó volt, hogy volt radarod, ha jól emlékszem. Volt ott valami Anglia fölött, amiben azt hiszem számított. Tehát itt röpködnek állandóan a repülőink, szerintem ezen nem ártana, hogyha lenne radarunk és tudnánk figyelni az ellenséges vadászok aktivitását, ha még vannak ellenséges vadászok. Három stug és egy bison. Úristen, ez úgy hangzik, mint valami második világháborús tankpornó kezdete. Na mindegy, térik a stug life-ot.
Jó, úgy látom, körülbelül ide fognak érkezni. Tehát pont jól vagyunk. A bizonyos is kezdett ránk lőni. Az ellenséget még nem látjuk. Valami random gyalogos spotolta a sörmenjeinket. Oké, mert visszaadjuk és javulunk is később. Na mindegy. Ó, megvan az 50. Leadottuk egy adásukat. A tengelyfőparancsnokságról jött és a visszavonulásról szól. A olajra lépnek. Remek nap ez az angol-amerikai barátság erősítésére, mi? Azok a hullák úgy bűzlenek, mint a fene. Az ember sajna hozzászokik. Jobb most, mintha Olaszországba menetesne meg. Szeretem magam hitegetni, hogy mi vagyunk itt az igazság bajnokai. Úgy beszélsz, mint egy prédikátor. Elmondom én, hol rejlik az igazság. Ha jól meghúzom a kulacsomat. Jaj, már megint az a rémes amerikai terpentin. Igazi kerítés szaggató, ezért szeretem. A tiseriteknek se íze, se bűze. Ki nem állhatom. Ennyi? Parátlé, ennyi. Ja, oké, akkor nem tudom, mi volt a két titkos küldetés, nem láttam semmit a térképre, ami olyan lett volna. Lehet, hogy az, hogy egyet se engedjek át. Egy titkos megcsináltam. What? Oké. Ez a küldetés annyira titkos volt, hogy még észre sem vettem, hogy teljesítettem. Szép. Gratulálok magamnak. Ezért majd adok magamnak egy kitüntetést. Na de! Én nem mondom, hogy ez már elég is lesz. Úgyhogy ez volt én már a Barna. Ez vagy már a Let's Play Codename Panzers Phase 2. És találkozunk a legközelebb, ezek szerint már Európában, már inkább Szicíliában. Nem, mintha az nem lenne Európa. Addig is, ha viszont látta, ott egy Panzer 3-as, az ott így átszivárok köztünk. Na mindegy, letesse!